A rendelkezésre álló adatok szerint egy nyász kíséri pár a 22 éves férfi és fiatalkorú élettársa megalapozottan gyanúsíthatóak azzal, hogy 2022 nyarán rábírták ismerősüket, hogy szexuális szolgáltatást nyújtson több férfinak. Ehhez regisztrálták őt egy hirdetési oldalon, majd a hirdetésre jelentkezők hívásait is fogadták és megszervezték a találkákat. A szexuális szolgáltatás fejében kapott pénzt a sértettől elvették, és azt saját szükségleteikre költötték. A Jászlányon Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói a Tisza mélységi ellenőrzési és közterületi támogató osztály munkatársaival közösen jászkíséri otthonukban elfogták és előállították a bűncselekmény feltételezett két elkövetőjét. A rendőrök a duót emberkereskedelem és kényszermunka büntettének közlése mellett gyanúsítottként kihallgatták, majd a férfi terhelt őrizetbevételéről határoztak, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. A Jászhegyi Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság emberkereskedelem és kényszermunka büntettének elkövetése miatt folytat eljárást.